kezdtem el foglalkozni a diploma után, az elsősorban Samu Géza és Kőpál hatása volt, azt hiszem az én szobrászatomra. Ők olyan közelségbe tudtak kerülni, vagy én tudtam olyan közelségbe kerülni hozzájuk, hogy ugye Samu Gézát már nem ismertem személyesen, de Kőpál mellett tanítottam is, és nagyon erős volt az a anyagszeretet, ami a fához kötötte őket, ez megkerülhetetlenné vált számomra is, és egész gyerekkoromtól sok mindent faragtam fából, de valahogy a diplomáig háttérbe szorítottam azt az anyagot. És amikor az első ilyen kis erdős szobromat készítettem, egy kiállításon együtt megnéztük Kőpálmesterrel, és külön kiemelte azt a szobromat a kiállítási anyagból, nagyon közel állt hozzá, éreztem, és később raktam össze magamba, hogy hát neki rengeteg olyan kis rajza, érme, kis plasztikája van, ahol facsoportokat jelenít meg, és biztos, hogy nem volt annyira tudatos tőlem, hogy hozzá kapcsoljam ezt a motívumot, és amikor elkezdtem ezt a szobrot faragni, akkor még találkoztunk Kőpállal többször is, nem mutattam meg neki, titokban készítettem, és hát sajnálom, hogy nem láthatta így a végeredményét, de azt hiszem, hogy ezek a tisztelet, tehát kifejező szobrok, ezek mindig egy tágabb közösségnek szólnak, és ebben a tágabb közösségben most egy kicsit talán egy mondat erejéig becsempészném a festőket is, ahogy említetted, hogy a magyar festészetben is mondjuk a szélfúttal, facsoportok mennyire jelentősek. Nekem is ez egy fontos kapaszkodás, amikor fasorokhoz, facsoportokhoz igazodom. Nem csak azért, mert ugye a jegénye a magyar ciprus, és egy kicsit a mediterrániumra tudunk megint csak visszasóvárogni. De azért is, mert a festészet számára, a tájképfestészeten keresztül nyilván a természeti táj sokkal erősebben megjelenik, mint a szobrászatban. A természeti táj az, hogyha tavolódik, akkor leginkább a vertikális tagolás hiányzik a horizontálisból, tehát kézenfekvő, hogy fák jelennek meg, és megint visszatérünk a dimenziókhoz, ami engem foglalkoztat, akár egy kompozíció erejéig, akár egy belső szellemi tartalma erejéig, hogy mi is az a vertikális irány, mi a horizontális irány. Ezek miatt mondjuk a tájképfestészet szintén bejöhet. Szobornak a értelmezésében.